Na, sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek! Ugye itt hagytam abba legutóbb, hogy bejöttem ugye ide, hogy véletlenül se rúgják szét a seggemet, és inkább mentettem egyet biztos, ami biztos alapon. És ha igaz, akkor én most ugye... ja, ott van egy létre, akkor én azon át tudok menni szépen. Mondjuk most nem nagyon zavart senki, szóval tök mindegy. Jó, tehát akkor teljes mértékben fölöslegesen jöttem ide, mert majd úgyis le kell, hogy úgyis lent tudok csinálni mindent az égvilágon. Legalább tudom, hogy hol van a visszavezető út, jó? Másiknál elcsesztem, nem nyitottam ki időben. Oké, és tehát akkor most már tudjuk, hogy ez nem jó nekünk. Majd csak később. Viszont legalább akkor tudom, hogy ki tudom itt hitni. Valami már megint van itt, bakker. Még mindig nem tudom kinyitni. Hogy belülről se. Jó, mindegy. Ott volt valami? Ja nem, azt hittem, hogy valami törhető cucc, de nem. Jó. Akkor vissza, okés. Szóval akkor... ott tartottam, hogy... erre még elvileg nem voltam. Ja, megpróbálom végig a folyosútni előtt bár... ó, az anyádat azt! Jó. Merre megyünk? F15-be vagy le a lépcsőn? Üsd a boxolót! Fazd meg! Ne, engedje! Na, csezd meg! Jól van, okés, nyugi van, király. És akkor ez most mi? Ez akkor elvileg a vég, az utolsó szoba, ugye? Ja, nincs itt semmi az égvilágon. Ott van valami lent. Ja, itt akkor be tudok menni, és akkor elvileg ott van valami ajtó is. Azt gondolom ki kell nyitnom, hogy... hol a herébe vagyok? Mi ez? Azt mondja, hogy... due to recent acts of inmate violence, prisoner D239 has been transferred to solitary confinement cell F6. Tehát, hogy a... igen, tehát, hogy az erőszakos viselkedés rabot tekintette, a D239-es rabot átszállították a magánzárkába, az F6-os cellába. Jó, tehát az F6-os cellát kell nekem majd megkeresnem. Beakadtam egy székbe. Ezt nem is tudom, hogy hogy a francba sikerült. Jó. Itt mi van még? Szép. Oké. Semmi. Legalább csináltok ficokokat, ez tök szimpi. Ez micsoda? Ja, hogy itt tudok választani, jó, nekem az F6-os kell. Nem tudom, mit csinál a többi. Fogalmam sincs, jó? És akkor itt pedig... az F6-ost kinyitottam, jó. Jó, elvileg nincs itt semmi. Ha igaz. De majd a hangokból rájövök, ha mégis. És akkor elvileg itt pedig... teljesen körbe. És akkor az F6-os az a következő baloldat, jó. Mi a? Mi a franc? Szóval sajnálom, sajnálom. Nem hagyhattam, hogy elvigyenek. És most... és most te, nem tudjuk, hogy mi van vele. Vallomás, azt mondja, hogy... ah, utolsó súly, kivel? Mi a... mi a szar van itt? Ez nem a piramis csávó, itt valami más hangok vannak. Jó. Nagyon hallgatóztam, nem tudom, hogy mi volt ez.
Mindegy, megvan az utolsó súly, átnézem még gyorsan itt a cellákat, jó? Az a tuti. Ebben volt valami, nem volt semmi az égvilágon. Akkor hol van még cella? F8-as, ott nem voltam. Nem, semmi, sehol semmi, jó. Mindegy, akkor majd ugye föl tudok menni majd azon a létrán, szóval ezzel megspórolok magamnak némi utat. 11, 16, 14-esben nem voltam. F5-ösben sem. Van, az is le van zárva, ott van valami? Mindegy, ezt nem is nyitom ki, mert nem tudom, hogy mi van benne, jó? Azt mondja, hogy F3, F2, F1. Semmi. F2, gyógyító, tök jó. F1, egyes számú cella. Sehol semmi, nem nyenten is a nuku, okés. Nem ott volt, hogy az F7-est is ki lehet nyitni? Azt kinyitottam már, jó. Akkor azt mondja, hogy a 4-es, hol voltam még a 15-ös, 14-es nem néztem még meg, és akkor annyi igazából, az teljesen fasza nekem. Rá kell jönnöm, hogy melyik az. Ja, itt be jobbra, oké. Most ez folyosón van a cella, vagy nem értem a dolgot, na mindegy. Ezt totálisan kihagytam. Ez az. Az még egy gyógyító, ez mindig jól jön, ez mindig jól jön, oké? Azt hittem, hogy azt a falat le tudom zúzni, de nem. És akkor nem itt, hanem a következőn tudok bemenni oda, nem? Hol a tökönben volt? Hol volt a létre? Ja, az totálisan máshol jó. Nem tudom, hogy ki dumál nekem, bakker. Nem tudom, hogy ki dumál, de... Para. Nagyon para egyébként. Telibe szembe. Ja, itt nem tudok bemenni, akkor onnan megyünk be, jó. Ezeket nem én öltem meg. Ha? Itt mindenki megmurdelt. Van, ahova nem mentem még be? Ezeket mindát néztem. Azt is mindát néztem. Ezt is mindát néztem, jó. Az úgy fasza? Ezek nyitva voltak egyáltalán? Hát, ó, itt valami van. Ja, mert volt, ahova nem tudtam bemenni. Ja, igen. Jó, okés. Az az lősze, tök jó. Jó. De gondoltam, hogy belülről nem nyitható egyébként. Azt mondja, hogy ott az megvan. De elvileg akkor teljesen jó vagyok, akkor most már sok dolgom nincsen, csak... Hogy itt mindenki megmurdelt, oké, és ezt jól tudni. Jó. Valami azt súgja, hogy ez szar lesz. Utolsó súly. Nem, most azt kéne valahogy, hogy akkor nekem itt középre kéne hoznom a dolgokat. Szóval mi van, hogyha ezt átraknám oda? Ezt a kicsit ezt meg átraknám ide. Nem, az túl kicsi. Akkor az egyen nagyobbat raknám át. Tehát ugye ott középen van egy ilyen kard. Ez sok neki. Nem. Nem jó, valami még mindig nem jó. Ez éppen, hogy csak billent rajta. Kicsit többet elvileg.
Ja. De mi van, hogyha ez most ott jó volt? Az a baj, hogy számszerűsíteni kéne igazából ezt az egészet, de nem tudom. Fogalmam sincs. A legnagyobb az oda. Ezt meg mondjuk a túloldal. Nem. Nem ezt. Ezt. Nem. Haverját. Nem nyert, oké. Mindegy, előbb-utóbb meg lesz, jó? Tehát itt aztán olyan túlságosan sok... Azaz! Mondom mindegy, meg lesz. Ja, azt hittem, hogy cutscene jön, oké. Execution lever, oké. Itt mi van akkor? Megint azt hittem, hogy jön basszus valami. Nézzük csak, azt mondja, hogy... most itt valamit mozgatni tudok vele. Szóval, hogy bocsáss meg, gyermek, mert elbuktam. To save her from her wretched ways. Hogy megmentselek téged a mocskos útjától, attól, akit szerettem, aki az életet adta neked. Egy szörnytől, aki itt van szem előtt. Ja, most itt is vannak olvasnivalók, oké? Okay? For your grace I do not plead, for the flames I did set free. Sister shrieked and children cried, no one made it out alive. Igen, azt mondja, hogy kenyelmednek én nem könyörgök, mert a tüzet én gyújtottam. Azt mondja, nővérek sikoltoztak és gyerekek sírtak, senki nem jutott ki élve. Oké, és... The wealth of others I did take, the seventh statue I did break, and yet my deeds I don't regret, I had my reasons, that is that. Azt mondja, hogy mások vagyonát elvettem, a hetedik szobrot eltörtem, és mégis a tetteim nem bánom, volt okom, ennyi. Jó. I took the child, you are quite right, carried her off into the night. Tehát hogy elvittem a gyereket, igazad van. Elvittem őt az éjszakába. She did not scream, she did not bawl, I was her father after all. Azt mondja, nem sikoltott és nem ellenkezett, végül is én voltam az apja. Okés. Once the sun has ceased its rain, I cut through the rusty chain. Azt mondja, ahogy a nap, felkelt, átvágtam a rozsdás láncot. Pushed the door and snuck within, filled my pockets to the brim. Azt mondja, hogy benyomtam az ajtót és besugrantam, megtöltöttem a zsebeimet színültig. Mommy dearest, mommy sweet, your love for me was so deep. Azt mondja, drága anyu, édes anyu, az irántam való szereteted olyan mély volt. Why, oh why you shouted out when my knife pierced through your heart? Azt mondja, miért kiáltottad, mikor a késem beledöfött a szívedbe. Oké. I waited long, I bid my time, I waited to commit my crime. Szóval sokáig vártam, letöltöttem az időm. Vártam, hogy elkövessem a bűnömet. The man appeared, he saw me not, bloody end is what he got. Azt mondja, hogy a férfi megjelent, nem látott, véres véget ért. Ezeket tudom mozgatni, vagy most nem értem? Halvány lila fogalmam sincs, hogy mi a fene egyébként a feladat. Nem csak ott az mi? Pull ye but once on a rope. Play that, choose the one justified from an... Igen. Oké, tehát akkor ugye nekem... elvileg akkor itt kéne lennie valami. Aha, ott is vannak, az fasza. Hármas. Tehát akkor ki a franc igazából, aki... Na ki a fene az, akit most ugye választanom kell, nem is tudom. Van itt közte ártatlan egyébként valahol, vagy nem tudom. Igen. Jó. Igen. Jó, hogy elvileg ezeket ki kell cserélni? Vagy össze kell párosítani? Vagy... Jó, össze kell párosítani, oké, jó, tehát akkor keressük meg azt, ami oda tartozik. Azt mondja, hogy... Igen, azt mondja, hogy a tűzgyújtós csávó. Nem. Nem. Van.
Tolvaj, majd mindjárt olvasom ezeket is egyébként. Nem. Igen. Nem. Igen, tehát azt mondja, hogy néztem, ahogy jégnek, hallottam a sírásukat, kellemes meleg töltött el, jól éreztem magam, nem hazudok, és örömömre haltak meg. Jó, tehát akkor ő az első, tehát ezt összepárosítjuk, ugye. Okés. Akkor a második az micsoda? Igen. Tehát akkor ugye lopott, összetört egy szobrot. Lehet, hogy a többit azt egyszerűbb egyébként megtalálni. Tehát akkor volt itt valaki, aki ugye elvitt a gyereket az erdőbe. Nem. Ez nem ő, ugye? Az igaz. Nem. Nem. Fú, basszus, ez azért nem olyan egyszerű. Ki nem beszél angolul, az jó rácseszett erre a történetre. Oké, tehát azt mondja, oly kedves voltál hozzám, megtöltötted szívemet szeretettel és boldogsággal. A végén semmit nem ért. Miért? O, miért kérdezted? Miért ne? Oké, tehát akkor ez az anyukáját leszúró csávó. Ő az. Akkor az az ötös. Oké, és akkor az ide. Jó. Mink van még? Igen. Nem. Nézzük csak. Tehát ez valami tolvaj. Akkor nézzük csak. Ez a gyereket elvitte. Ez megölt valakit. Ez oké, tehát akkor ez lopott. Ez rabolt. Most akkor melyik? Sűcs ez meg! Azért nem egyszerű, nézzük csak. Ez a gyerek. Ja, ezt olvastam először. Oké, tehát akkor ez a gyerek. Ez pedig a... Igen. Jó, tehát akkor ő, ez pedig, azt mondja, hogy igazság szerint nem hezitáltam, ahogy a pengém tehát ahogy pengém bevégezte annak a szegény férfinak a sorsát. Tudta, a szabályokat tiszták voltak, ha ellenem fordulsz, véged van. Jó, tehát akkor őt ide tesszük, aki lebökte ugye a fickot. Na most van egy rablás, meg van egy lopás. Nézzük csak. Hát ez tök jó. Igen, tehát akkor van valaki, az pedig besúrant és ellopott valamit. Oké, tehát akkor ő besúranós tolvaj, ő azt mondja, hogy I departed with great haste, leaving not a single trace, ever faithful to my creed, all is right which feeds my greed. Tehát, hogy hatalmas nem tudom, mivel távoztam, nyomot sem hagytam, mindig hű maradtam a my creed, az mi a fene? Nem is tudom, Assassin's Creed-ben is benne, nem tudom, mindig hű maradtam a valamihez, all is right with, tehát minden jó, ami a mi az Isten? Ja, ő az. Tehát, hogy minden jó, ami a kapzsiságomat élteti. Jó, tehát akkor ő jön ide, és akkor ő pedig azt mondja, hogy a földgyújtós az megvolt, és akkor azt mondja, hogy az ok azt kell mondjam, hogy még egy napot éljek, nekik csak egy falat, nekik csak egy kenyér volt, nekem pedig még egy lépés előre, és akkor ő az, aki elvileg ugye igen, tehát egy oka volt neki, hogy kirabolt embereket. Nem, akkor ezt pedig a helyére tesszük. Ugye, kész is van. És akkor ugye elvileg ők a bűnök, igaz? Ha minden igaz. Nem gyújtottunk fel semmit. Nem. Kicsi spoiler. Jó, tehát nem loptunk. Szerintem én meghúzom a hatost, jó? Meghúzom a hatost, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Ez a hatos. Spoiler, nézzük csak. Remélem ez az. Ja.
Úgy tudik, hogy valóban. Hú, csezd meg! Mi a jó élet van itt? Jó, innen húzunk a francba. Hol vagyok? Oké, ezt szerint elcsesztem? Ja. Úgy tűnik, akkor itt ki és akkor jobbra. Ja, úgy tűnik, hogy elcsesztem. Ez így nem fasza, ez így nagyon nem fasza. Akkor nem értem a dolgot, na mindegy. Ja. Ja, várjunk csak akkor. Ja, most a szobrot azt meg tudom nézni akkor, vagy... Nem, nem tudom. Nem, nem, nem. Akkor nem értem a dolgot. Vagy lezuhantam, csak elcsesztem és rossz helyre mentem? Nem tudom már. Elvileg az ott eddig nem volt nyitva. Próbálkozunk másikkal, jó? Tehát akkor... 6-os nem volt? Jó, akkor nézzük az 5-öset. Remélem, hogy nem murdelek meg, bakker. Ez nem jó, francba. Már megint ugyanitt vagyunk, kurva élet. Nem jó, oké, akkor... Bassza meg, nem jó. Á, jó, akkor 6-os, 5-ös nem. Tököm már, nem igaz. Ja, mert eddig is itt voltam. Basszus, már nem igaz. A rohadt életbe. Most már tényleg nem értem a dolgot, bakker, tehát egy elvileg annak jónak kellett volna lennie. Nem, nézzük csak akkor, mi van itt? Mit válasszak ki? Nem. Ja, hogy akkor válasszam ki azt, ami... Ja, tehát, ja, bocsánat, félreértettem, tehát válasszam ki azt, ami a lesittelt szerint jogos volt. Oké, és kettes. Ez tök jogos egyébként, hogy mondjuk... Nem bántott senkit, igazából életben kell maradni, szóval nézzük meg. Remélem, hogy nem megyek vissza oda megint. Ez most valami más. Oké. Hol vagyok? Nincs térképem. Az fasza. Nincs térképem. Akkor ez a... Labirintusban vagyunk, bakker. Ja, mondom én. Ugye a börtön után az következik, remélem most is. Anyádat azt. Aha, big fucking lyuk, azaz. Megyünk lefelé. Na, akkor megint itt vagyunk valahol. Hát ez gyors volt, oké. Ja, azért itt már indul a probléma, nem kicsit. Ó! Oh! Fucking lift. És még mindig nincsen bakker semmiféle izém. 32 lőszer. Shotgun lőszerem több van. Puskát betöltjük, jó.
Mi a jó élet van itt? Ah, banyek. Oké. Okay. Nincsen térképen bakker, szóval innentől kezdve ez így nem passza. Hallok valami dumát. Úgy cseszed, oké. Okay. Azt mondja, hogy a valamilyen férfi később azonosít a Thomas Oro, gondolom Oroszkó favágót, 39 éves, megtalálták a nem tudom hol, fekve. The probable cause of death volt, de nyilván, tehát hogy a halál oka több szúrt seb a nyak elején és a torzó bal oldalán egy éles fegyver által. Uh-huh. Igen, azt mondja, hogy a halál valószínű időpontja este 11 és fél egy között történt. Due to signs of struggle in the room and the lack of a murder weapon, police are considering this a homicide and have opened the murder investigation. Tehát, hogy mivel dulakodás nyomai látszottak a szobában, és nincs meg a gyilkos fegyver, a rendőrség gyilkosságként kezeli és nyomozást rendelt el. Furthermore, given the fact that the cash in the room was untouched and Mr. Orozco had a history of drunkenness and violence, the police nem tudom micsoda, de oké. Oké, tehát nem lehet olvasni mindegyiket, de azért ki tudom silabizálni. Tehát, hogy ezen kívül, tekintve, hogy pénz volt a szobában lévő pénzhez nem nyúltak, és Mr. Orozco régóta ismert volt erőszakosságáról és az ivászatáról, a rendőrség nem tudom mit csinált igazából, de csak annyi, hogy eldöntötték, hogy ez nem rablás volt. Jó, tehát akkor Oroszkó bátyót azt megölték. Szóval, apu ne, oké, ócs ez meg, Abstract Daddy jön, jó, akkor mégiscsak mentünk egyet, jó, tehát elnézést kérek mindenkit, hogy egy kicsikét elhúztam a dolgokat, de ez van, jó, tehát következő az Daddy lesz. Oké, okay, jó. Következő részt azzal kezdjük. Szóval, holnap is gyertek. Köszi mindenkinek. Sziasztok.